Üdv mindenkinek, illetve rohadja meg a Mercedes itt a Need for Speed High Stakes töretlen challenge-ünk, ahol minden autót törött, és Yellow Rambo idegesen Mercedes-nek kell mennie. Ez a Chevrolet Pro Cup event lesz, ahol három darab kétkörös versenyünk van. Nagyon menő, tényleges versenypályákon. Skill level champion, tehát itt a gép nem laszafacázik, úgyhogy a törött autónk érdekes lesz. Mindenkinek Chevrolet-je lesz, vagy ez, vagy a Camaro. Nem tudom, hogy mennyien jönnek Corvette-tel. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon menő pályák következnek, nagyon-nagyon menő ezeken versenyezni, mindig nagyon szerettem. Corvette, Corvette, Camaro, Corvette, Corvette. Jól látom. Felbontás, légy szíves. Igen, úgy látom, ezek is szépen upgrade-ok. Megint a Merci után fura, hogy lehet kanyarodni. Nem, úgy látom kávé... Oké, egy valaki már ki is csinálta magát, sajnos kicsit, mintha követtem is volna a példát, az Mulligan, akivel még nem találkoztunk. Ezeknek a versenyzőknek nagyjából nem találkoztunk. Talán rájöttétek, hogy hogy a mesterséges intelligencia profilok, ezek a nehézségi szintekhez kötődnek. Tehát az Ace például nem fog megjelenni a Ratyi BMW-s versenyen, őhoz túl menő. És megint úgy érzem, hogy én ezt túl gyorsan leamortizáltam, ezt a járművet ahhoz, hogy mindent megnyerjek vele. Egyáltalán meg tudok én még vele bármit nyerni? Már most van egy jó kis 8 másodperces hátrány. Ja, és már szikrázik is, fantasztikus, és le akar előzni az utolsó helyezett. Csak azért van mögöttem, mert kicsúszott. Szerencsére itt relatíve szűkek az utak, tehát nem olyan könnyű előzni. A versenypályák közepére miért van felfestve az autósáv, azt én nem teljesen tudom. De hát ez maradjon az ő titkuk. Csak láthatóan nem is az, hogy egy ilyen fájjuk volt, mert láttuk ezt a furcsa sárga csíkot. Próbálj meg Big Jim-et beérni, az az első feladat. Ha 16 pontunk van, akkor 76 a maximum, és 75 lesz annak, aki, nem 80 lesz annak, aki az elsőt megnyeri, ha utána a másik kettő második lesz. Igen, nem szabad a következőbe belegyorsítanom ezt. Erre rájöttem most. Megúsztam, de fontos lecke. Ezekben a kanyarokban fel kell engedni a gázt, kivéve, hogy lassan érzem, én most mindentük. Jól van, kicsit hoztunk rajtuk. Sajnos kétkörös a verseny, és nem lény, úgyhogy ez most a mindenre lesz elég. De talán egy negyedik, ha nagyon optimista vagyok, harmadik helyre jók lehetünk, és az elég is lehet, hogyha a későbbiekben nem bénázunk, vagy nem volt. Egy kicsit félek attól a lehetőségtől, hogy egy teljes versenysorozatot ezután még végigcsináljuk ezzel a Corvette-tel. Hát kb. Muszáj leszek, nem igaz? Na nehogy már, nehogy már, nehogy már, mit csinálsz? Tahó! Hát ez nem igaz. Tahó! Ajaj! Hát azt hiszem ennek a versenysorozatnak az esetleges megnyeréséhez innentől kezdve az előttünk álló megfelelő stratégikus sorrendben történő kilögdösése lesz a feltétel. Ötödik helyről folytatni, úgyhogy két verseny van hátra és egyik sem hosszú, nem túl előnyös. Bár hát látjuk, a hosszabb a verseny valószínűleg még nagyobb hátrányban lennék, úgyhogy a fene se tudja, mivel járnék, jó? Itt nagyon szépen végig lehet sprintelni, de attól tartok, ez már túl késő. Ez egészen szép volt, és most veszik el. Igen, azért volt remény, de már nincs. Célegyenes. Úgyhogy ötödikek lettünk, ami szar! Júi! Hát nem erre számítottam. Szóval 18 pont, max 60-at tudunk szerezni. 18 pont, amit le kell dolgoznunk. És ezeknek a részfélypályáknak az útvonala annyira nincs beégve az agyamban, mint a korábbiaknak. Szóval jól kéne rajtolni. Ez nem igazán sikerült. De nem vagyunk már most extra hátrányban a rajt után, és már az is valami. De igazából nem húztak el. A kanyargósabb pályákon óvatosan hátrányban leszek a mesterséges intelligenciával szemben, mert hogy látjuk, hogy ötenkor nem engednek ki, mint én.
az egyenesen. És ha nincs egyenes, akkor ez a fajta előnyöm, hogy nyomom a gázt, nem érvényesül. Ne pedig csak a falnak menős hátrányai érvényesülnek. De itt még van is remény, kérem. Az nagyon fontos, hogy csitát kilökjük, mert ha második lesz, akkor elég mindig olyan alszik maradni. Előbb érjünk el oda, aztán rontsuk el a versenyét. Hashtag sportszerűség. Oké. Egyet befogtunk. Nem tudom, mennyire volt legális, de nem is érdekel. Na ez így már versenyzés. Ne hogy kilökjél? Azért megpuszítta a popsimat. Ja, hogy a pályának van nyomvonala, az engem hol érdekel? Oké, utolsó kör. Itt vagyok. Jövök. Agresszív vagyok. Nagyon kockáztatok. Ez mind-mind rossz dolog. Hello? Szuper, azt hiszem őt kicsináltuk, csak magunkat ne csináljuk ki. Oké, ez teljesen jó, hogy csita negyedik. Nagyon közel van itt mindenkihez, úgyhogy ez a tény magában nem mond sokat. Már harmadik. Már le akar előzni. Deadbeat meg kicsit... nem bírok kanyarodni már, úgy érzem ezzel a kocsival. Nem. Ha ő megelőz, akkor mindennek vége. Amúgy is valószínűleg mindennek vége. Deadbeat talán harmadik lett a múltkor. Akkor se nagyon tudom elképzelni, hogy behozzuk. De hát 5 másodperc, tehát kicsit... Nem szorul be Big Jim mögé ott, akkor... Ezért is lettünk volna. Úristen, csak úgy elment mellett. Ez nagyon szomorú. Ez azért nagyon szomorú, mert akkor valószínűleg nem ő lesz az egyetlen, aki ezt megcsinálja. Jó, azért a második helyet szerintem vissza tudjuk szerezni, ha ügyesek vagyunk, de már nincs csak időnk rá. Tehát a helyedet, én vagyok az idősebb. Oké, remélem mindenki már versenyzővel lezártuk az út. Úristen, a cél egyenes! Csita sajna a harmadik lett, úgyhogy itt kb. Esélyünk nincs. De mi minden megtettünk egy elég izgalmas és kaotikus verseny. Végezzük a 37 pontunk két embernek 5 le. Tehát nem is tudok olyan helyzetet kreálni, ahol mi nyerhetünk. Tehát 67 pont a maximum, amit szerezni tudunk. Ergo Deadbeatnek kell... Deadbeatnek és Csitának negyediknek vagy ötödiknek kell lennie. És akkor Mulligan nyer az 54. Lehetséges. Nincsenek túl jó esélyek, de lehetséges. De azt hiszem a bónuszautót nem fogjuk megnyerni. De a bónuszautó úgy is szar. Hogy megpróbálja megtalálni a pozitívumot ebben a helyzetben. Úgyhogy záró verseny. Ajaj, én már előre félek, hogy ez az autó hogy fog teljesíteni a következő versenysorozatban, mert ugyanolyan autók gond nélkül elmennek mellette. Mert ez egy jobb rajt volt sokkal, mint az előző. Szóval az nem elég, hogy elsők legyünk. Embereket meg kell szivatni. Ez nem volt értelmi szivatás. Úgyhogy én most nagyon agresszív kismalac és kockázatos dolgokat csináló ember leszek. Ez nem jó ötlet, ha a kocsit nem bír menni. Ó, tehát ma helyett nem tudtam arra menni mellett. Igen, ez így nem jött össze. Azt hiszem, de hát muszáj voltam szart rakni a palacsintába, hogyha azt akartam, hogy bármi... Hüpp. Na így medált csak a bok, úgyhogy ezt meg kell próbálnunk újra. Úgyhogy meg fogjuk próbálni újra. Lehet nem ezzel az autóval. Ezeken már itt bármivel lehet menni. Hát lehet, én kénytelen leszek eladni ezt a korvettet és menni egy újat. Nem húzta sokáig, édes Istenem, ez egy darabszal. Open. Igazából mondhattuk volna azt, hogy veszek egy kétás autót. Ezt mindvégig lehetett majd csinálni kétás autóval, ugye erre muszáj leszek venni egy kétás autót. Csak ezt a Chevrolet kapott meg kéne nyerni valamivel, és az a kocsi erre alkalmat megy. Hogy veszek egy új Chevrolet 50 ezerért?
Nem tudom még mit fogok csinálni, de mit kitaláljuk. Innen folytatjuk legközelebb.